Kedves megjelentek! A jelen kiállítás középpontjában álló terület sokszorosan is senki földjének tekinthető. Az emlékezet és a felejtés, a múlt és a jelen, a tudatos megismerés és a reflexzerű felismerés, a személyes és a nyilvános történelem, a tudomány és a művészet között vezet az út az emlékezet palotájában, vagy inkább labirintusában. A nem is olyan rég múlt felidézése számodra mindig is egyfajta vágyat jelentett, úgy láttam, és általában a gondolataidat ezt tölti, mintha ezt töltené ki, hiszen a művészetedben is nagyon gyakran ez jelenik meg. Ez ugyebár a világháború, második világháború, illetve azt követő időszak, ebből már több kiállítás is volt, például amit Pesten is láthattunk, a címerekről szóló. Most ez is egyfajta érdekes múltidézés, ami mégis más most, mint a többi, egyrészt azért, mert közösen csináltátok a feleségeddel. Mit jelent ez a múlt hekkelése? Ugye van egy ilyen mondat, hogy talán lehet mondani ezt, hogy évtizedről évtizedre mindig vannak ilyen hívószavak, amit nem csak olyan pályázatokba kell beleírni, amivel az ember pénzt akar szerezni, hanem amik így mondjuk így a levegőben így benne vannak. Ilyen volt mondjuk a rendszerváltás után a hagyomány, aztán utána volt a fenntartható fejlődés, aztán utána volt az identitás, és most az elmúlt időszak egyik legdivatosabb kifejezése, vagy fogalma az az emlékezet, ugye egy ilyen divatról is beszélhetünk szinte már, ami az emlékezettel kapcsolatos divatról. Lehet, hogy azért beszélünk annyit az emlékezetről, mert nincsenek emlékeink, és ugye van egy francia történész, aki azt mondta, hogy nincsen közege már az emlékezetnek, hanem az emlékezet helyekbe költözött át. És ezek a helyek lehetnek fizikailag létező helyek, mint mondjuk egy emlékmű, vagy egy valakinek a szülőháza, de lehetnek olyan helyek is, amik nem anyagi helyek. Tehát például egy dal, amit pár ember valahol együtt elénekel, az is egyfajta része lehet az emlékezésnek. És megnéztük azt, hogy a mi életünkben, ugye a Kati az Németországban nőtt fel, de az anya, édesanyja révén ugye magyar gyökerei is vannak, megnéztük, hogy a 20. századnak a nagy ilyen sorsfordító történelmi politikai fordulatai miképpen csapódnak le a privát személyek vagy családok életébe, és ezek aztán milyen hatással vannak a jövőre. Tehát, hogy a múlt az mennyire része a jövőnek, illetve a múltnak azok a részei, amiket kitakarunk vagy eltolunk magunktól, a traumák, azok, hogy válnak tabuvá, és aztán ezek a tabuk hogyan hozzák létre azokat a vakfoltokat, amik teljesen kitakarják ezeket a traumákat. És végülis ez a kiállítás ezzel foglalkozik egy kicsit, de nem csak arról van itt szó, hogy valamiféle olyan történeteket mesélünk el, amikhez valamiféle fájdalmas emlék kötődik, hanem arról is beszélünk egyúttal, hogy ezeket a történeteket hogy lehet megragadni, illetve ezeket a történeteket hogy tudjuk értelmezni, és mit jelentenek a saját családunk vakfoltjai mögött rejtőző traumák a mi számunkra, mennyire részei ezek a mi személyiségünknek. Aki a kiállítást alaposan megnézi, jó időt szán, hosszú időt szán rá és alaposan megnézi, akkor talán rájöhet arra, amit nekem elárultál, hogy rengeteg családi vonatkozása van az itt kiállított tárgyaknak, fotóknak. Gyakorlatilag ugye kiindultunk a két nagypapától, tehát egyszer ugye a német nagypapám, aki ugye az ópa, és ugyanúgy a magyar nagypapám, aki ugye a nagypapa, és itt végülis ezt tényleg így együtt is találtuk ki, meg együtt nyúltunk ehhez az anyaghoz, hogy itt ugye egyrészt a magyar oldalán van egy történet, amit édesanyám nem is olyan rég, egy pár éve mesélt el, ami ugye úgy tűnik egy nagyon elrejtett, traumatikus élménynek a
tehát ezt így elmesélte nekem, és akkor ezt így vettük, tehát ez így motoszkált egy darabig bennünk, bennem főleg, hogy akkor ugye ezt valahogy meg kellene vizualizálni. Tehát ez volt az egyik a magyar oldalon, de végülis a magyar oldal az akkor kicsit absztrahálódott és beletolkott ebbe az egész algotarjáni, ugye ehhez az egész társadalom történeti kontextum van, amiben ugye végülis a nagypapám annó ugye az 50-es években élt, amikor ugye történt az a trauma is, ami érte őt. A német oldalról meg előbukkant ez a dupla portré, amiről ugye, amin látjuk ugye a német nagypapámat. Kétszer, tehát két portré, ugyanaz a portré, és az egyiken ugye a 40-es évek elején csinálta, van ez a ő tagja volt ennek a náci ilyen repülős csapatnak, NSFK, és annak volt egy ilyen jelvénye. És a másik ugyanaz a fotón leretusálta a háború után nyilvánvaló, és az egyik fotó az apámnál volt, a másik meg a húgánál, és ezek így valamikor előkerültek, és mivel így a családban így tudták, hogy a szokott érdeklik ezek a történelmi náci dolgok, akkor ezek így mindig hozzánk kerültek, és végülis ezt a dolgot tudod, tehát ezt az egész, hogy traumatizálódott ezzel a náci, nem náci, mennyire náci? Ja. Hát egy ilyen feltárás, tehát hogy amik kikerülnek, mielőtt egy ház fel lesz számolva, akkor ugye az aki felszámolja, az egy-két dolgot meg akar tartani, vagy az örökös, de vannak olyan örökösök, akik azt mondják annak az ingatlanosnak, aki értékesíti az épületet, hogy egyszerűen takarítsa ki, és mehet minden a szemétre, ami ott van. És de ez egy családon belül is lehet, tehát nem mindenkit érdekel, hogy mi volt a nem tudom a nagypapájával, vagy ki van rajta ezen a fotón, és hát mi pont ilyenek vagyunk, akit meg érdekelnek ezek a dolgok, és ez ugye kicsit így össze van gyúrva a saját privát családi történettel, de például az a kép, fotó, amiről le van satírozva a párról a hölgy, a plakátja a kiállításunknak, azt a Kati 15 évvel ezelőtt Jerevánban az utcán találta a szemétbe. Tehát összeszedsz valami dolgot, és akkor 15 év múlva pedig arra építed rá a kiállításodat. Szóval ezek ilyen elég nehezen megfogható dolgok. Tehát egyrészt nagyon erőteljes szerepet játszik az érzelem a dologba, de legalább akkor a szerepet játszik a logika is benne. És mint ahogy mondtam, nem csak a konkrét történetről szól, hanem a módszerről, ahogy egy történetet... Tehát végülis az anyag a kiállításnak egy hosszú éveken át, tehát nem erre a kiállításra találtuk ki az egészet, ugye? Tehát, hanem ezek tényleg ilyen, mindez a kép, például a megkívül, amit 15 évvel ezelőtt találtam. Tehát ugye, tehát egyszerűen vannak olyan dolgok, amiket évek óta így hordozgatjuk, meg cipelgetjük magunkkal is, így nem találták meg így valahol a helyét, de itt így úgy gondoljuk, hogy nagyon így összeállítottuk, vagy összekomponáltuk. De ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a kiállításnak két jubileumhoz kötődő része is van, ugye Németországban idén jár le a Mein Kampf jogdíja, és eddig be volt ugye tiltva, és most pedig kritikai kiadása fog megjelenni neki. Kiállításon szerepel ugye a Katinak, a nagypapájának a Mein Kampfja, amiből ő kitépte, amikor bejöttek az amerikaiak, kitépte a Führer portrét és a címlapot, ugye gótbetűvel volt írva, és ő meg akarta mindenképp tartani a könyvet magának, illetve a Salgó-Tarjáni része a kiállításnak, ami a Salgó-Tarjáni megyeházán található dombormű, vett dolgozza fel, amit 1956-ban helyeztek fel a helyére, és egy hónap múlva abból az épületből, ahova felhelyezték, lőttek bele a tömegbe. Akkor most van 60 éve. Az ugye 60 éve került föl, és nagyon érdekes volt, hogy ott voltunk most október 23-án Salgó-Tarjánban az 56-os megemlékezésen, és interjúkat csináltunk, és senki nem tud róla. Tehát ez az országban az utolsó Rákosi Cimer közterületen, és még a város lakói se tudnak róla. Tehát itt ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez egy konkrét történet, de egy olyan történet, aminek olyan
értelmezései is vannak, ami nem kimondottan a konkrét környezetéhez kötődik, hanem ennek az egésznek a mechanikájához, hogy akkor hogy lesz valami eltolva vagy betemetve. Itt láthatóak festmények, amelyek nyilván a te munkáid, hogyan illeszkednek ezek ebbe az egész millióbe. Igen, én festettem, de közösen találtuk ki, hogy legyenek megfestve. Hát ezek úgy illeszkednek bele, hogy az egyetlen, amit én ettől a német nagypapámtól örököltem, amit kaptam, az egy doboz, tele fotókkal, tehát ilyen még régi 30-as évekből, tehát ilyen üvegen van a fotó, a negatív, és tehát ő magát, az életüket, és ugye a nászútjukat, ahol ugye ilyen, mint látjuk, ilyen idillikus pózokba beálltak, azt fotózta, és hát azokkal akartunk valamit csinálni, meg feleleveníteni őket, és akkor ugye azt, tehát úgy gondoltuk, hogy tehát ilyen életnagyságban megfestem őket, hogy tényleg, tehát ha belépsz, akkor mintha ott állnának, tehát ilyen kulisszák, tehát nem a falon, hanem tehát belépsz egy térben, és ott kvázi mint egy embert kell őket így kerülgetned. Tehát ezért lettek ez a méret is, mert hogy ugye kiférjen az életnagyságuk. Pontosabban az volt a kiindulási pont, legalábbis az én részemről, ugye, hogy vannak a fotók, és ezek a fotók gyakorlatilag arra alkalmasak, hogy az általuk bemutatott, általában idealizált, vagy akár hétköznapi banális jeleneteken keresztül tudjunk emlékezni arra, ami elmúlt. És ez, hogy a képek így vannak kiállítva, és hogy ezeket a fotókat választottuk ki, szinte életnagyságban állnak itt a Katinak a nagyszülei, és aki bemegy gyakorlatilag a kiállításra, az ezeket kell, hogy kikerülje, ezek szinte valami barikádok, és úgy is fel lehet, vagy mi ezt úgy közelítettük meg, hogy ezek a képek azok, amik a rendelkezésünkre állnak, vagy fel vannak ajánlva, hogy rajtuk keresztül, mint ilyen sablonokon keresztül emlékezzünk a már nem élőkre, de hogy ezeket ki kell kerülnünk, ezeket a sablonokat, mint egy ilyen barikád, ilyen labirintus barikádot, hogy eljuthassunk azokhoz a pontokhoz, ahol igazándiból előtörnek az események.